Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej televízió híradóját látják, Gulyás Anita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Tolna is átadja a vízi közmű vagyont, az állam működteti tovább a szolgáltatást. Időközi önkormányzati választás, Ozorán új településvezetést választottak. Lucanap, számos népszokás kapcsolódik a jeles naphoz. 103 lakástűzhöz vonultak a lánglovagok, ellenőrizzük a fűtőberendezést és szellőztessünk rendszeresen. A vízi közmű vagyonnal együtt az üzemeltetési feladatokat is átadja Tolna városa az államnak, mint minden olyan település, ahol elérhető volt az erőv szolgáltatása. A drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt a szolgáltató olyan mértékű veszteséget termelt, amit már nem tudott visszafordítani. A feltételekről még folynak a tárgyalások. A tolnai önkormányzat is átadja az államnak a vízi közmű vagyonát. Többek között erről döntöttek a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. Az erőv által lefedett szolgáltatási területek legtöbbje már meghozta ezt a döntést. Tolna vezetősége azonban még reménykedett abban, hogy találnak majd valami megoldást. Nincs más út, tehát hogy sajnos azokat a borzasztó magas energiaszámlákat, amiket az erővnek fizetnie kell, nem tudják, és állami támogatást csak akkor kapnak, hogyha a későbbiekben ők lesznek a szolgáltatók is, tehát az államra átruházzuk ezt a feladatot. Tehát nem csak a vagyont, hanem a feladatot és annak finanszírozását is az állami cég végzi majd a következőkben. Itt voltak viták, de végül is a képviselőtestület úgy döntött, hogy átadjuk ingyenesen az állam részére a vízi közmű vagyont. Amit zárójelben mondom, hogy ingyenesen is kaptunk a 90-es években, tehát ez egy forgalomképtelen vagyon, ezzel nem tudunk mi semmit tenni. A feltételekről még folynak a tárgyalások. A végleges szerződést a képviselőtestület jóváhagyása után tudják majd csak aláírni. Január 1-től 15%-kal megemeli a nyugdíjakat a kormány, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök kedden a közösségi oldalán, majd erre reflektálva Varga Mihály szintén a Facebook oldalon tájékoztatta a lakosságot, hogy a költségvetés biztosítja az emelt nyugdíjak kifizetéséhez szükséges havi 473 milliárd forintot. A pénzügyminiszter hozzátette, a jövő évi nyugdíj kifizetések összege a 13. havi nyugdíjjal együtt eléri a 6150 milliárd forintot. A hétvégén időközi önkormányzati választásokat tartottak Ozorán. A több mint 1200 szavazásra jogosult lakos új polgármestert és képviselőtestületet is választott, miután a grémium még szeptemberben feloszlatta magát. A település vezetőt 3 jelölt közül, még a 6 fős képviselőtestületet 25 jelölt közül választhatták ki a szavazásra jogosultak. Sikeresen lezajlott az időközi önkormányzati választás Ozorán, ahol még szeptemberben döntött úgy a képviselőtestület, hogy feloszlatja magát, mondta el az újonnan megválasztott polgármester. A választási eredmény meg egyértelműen mutatja azt, hogy igazol is minket, hogy valami nem volt rendben, és szeretnénk végre ezt a kis falut, a mi kis falunkat egy kicsit napsütésbe hozni, és a kampányunk során is elmondottak alapján megvalósítani benne számtalan dolgot, amihez segítséget is kapunk. A választást megelőző kampány alkalmával már elhangoztak azok a célok, amelyek a közeljövő tervei között szerepelnek. Szeretnék, ha újra egy turista csalogató településé válna a falu, de a lakosság érdekei a legfontosabbak az új vezetés számára. 6 képviselőjelöltem volt, akik szerencsésen, sikeresen bejutottak. Tehát ez a testület így áll fel, hogy akit szerettem is volna, akinek feladatot szerettem volna, és megfelelő szerepet adni, az előtt most itt van a lehetőség. Az elsődleges cél egy stabil, együttműködni képes önkormányzat felállítása Ozorán. Megvalósultak a magyar kormány által júniusban kitűzött célok, jelentette ki Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter kedden Budapesten, miután az uniós tagállamok nagykövetei hétfőn pozitívan értékelték a koronavírus járvány utáni gazdasági helyreállítási tervet, és annak hivatalos elfogadását javasolták az Európai Unió tanácsának. A miniszter sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, az volt a céljuk, hogy december 31-éig megállapodjanak
az Európai Bizottsággal a kohéziós pénzekről, annak érdekében, hogy Magyarország a forrásvesztést elkerülje. Közölte, a hétfői döntés azt is jelenti, hogy Magyarország a többi tagállamhoz hasonlóan most már hozzáférhet az uniós forrásokhoz. Az operatív programok tekintetében, ugye összességében a magyar társfinanszírozással együtt kb. 14 ezer milliárd forint állt rendelkezésre, vagy áll rendelkezésre 2027 végéig. Ebből azonban már 4000 milliárd, több mint 4000 milliárd forintot már eddig is jóvá hagyott a bizottság, ez az agrár és vidékfejlesztési programok. A 9-10 ezer milliárd forint körül annak az összege árfolyamtól függően, amely a többi operatív program rendelkezésére áll, és most ezzel ugyan ennek is megnyílik a lehetősége, hogy ebből finanszírozhassunk programokat. December 13-a, Luca napja. A néphagyomány szerint ezen a napon nem lehet varni, mosni, kenyeret sütni, a nőknek tüzet gyújtani és dolgozni. De a babona szerint a Luca székkel vagy a Luca búza ültetéssel sok mindenre fény derült. A Gergely naptár bevezetése előtti időkben ekkor volt a téli napforduló is. A pálinkát várom, ha nem adnak szalonnát, de vágom a gerendát. Adja az Isten őkentek disznójának, akkor a szalonnája legyen, mint az ajtó. A Völcségi Kistérségi Tanácsülését is megszállták a lucázók, a Völcség Néptánc Együttes tagjai, akik számos jó kívánságot mondtak az egybegyűlt polgármestereknek. Ez a nap különleges erővel bír, nem csak a magyar, de számos népszokás rendjében, mondja Farkas István Gergő, a Völcségi Múzeum igazgatója. Szent Lúcia alakja kapcsán szóba került, hogy ez a fehér ruhás koszorút viselő nő alak, ez ugyanúgy megjelenik Skandináviában, mint a több ezer kilométerre lévő Olaszországban. Az imént említett Szent Lúcia a 3. században élt Szicíliában, gazdag családból származó keresztény lány szüzességi fogadalmat tett Krisztusnak, vagyonát szétosztotta a szegények között, és inkább a vértanú halált választotta, mint hogy férjhez menjen egy pogány férfihez. A magyar néphagyományban is számos szokás kötődik a Luca naphoz. Ugye a Luca naphoz kapcsolódó szokásoknak a többsége az különféle jósláshoz kapcsolódott, például különféle haláljóslások, szerelmi jóslások voltak, ugye a lányok főztek gombócokat, és abba különféle keresztneveket rejtettek, és akit kiúztak, az lett a férjük, illetve kopogtattak a sertésolnak a tetején, és hogyha csendben maradtak bent a malacok, akkor rövid időn belül férjhez ment. Ezen a napon a hagyomány szerint az asszonyoknak nem volt szabad dolgozni, sőt még a házat sem illet elhagyni, mert ilyenkor mindenhol boszorkányok leselkedtek. És ezen a napon kezdték el készíteni a Luca székét, amelynek karácsonyra kellett elkészülnie. 9 féle fábor faragott, 3, 4, 6 vagy akár 13 lábú székben egy szög sem lehetett. És 13 darabból 13 nap alatt kellett összeállítani. Innen terjedt el a szólás, hogy olyan lassan készül, mint a Luca széke. Tolna megyében, a Szekszárdon és Tamásiban működő országszerte pedig összesen 60 kijelölt kormányablak, valamint a központi okmányiroda a december 22-e és január 6-a között elrendelt igazgatási szünet ideje alatt is nyitva tart. Ebben az időszakban a legtöbb hivatali ügyfélszolgálat zárva lesz, de a halaszthatatlan közfeladatokat és a hatósági teendőket ellátják a kormányhivatalok. Aki teheti, az előre tervezhető ügyeit még december 21-ig intézze el, a szünet alatt csak a legsürgősebb esetekben keressék fel az ügyfelek a nyitva tartó kormányablakokat. December 12-ig 103 lakástűzhöz vonultak a lánglovagok Tolna megyében. 29 alkalommal a kéményben keletkezett a tűz, de gyakori volt, hogy a konyhában, a hálóban, a tárolóban vagy a nappaliban csaptak fel a lángok. A legbiztonságosabb, ha úgy vágunk neki a fűtési szezonnak, hogy előtte egy szakember ellenőrizte a fűtőberendezésünket, és egy kéményseprő megvizsgálta a kéményünket. Tragédiákkal indult az év utolsó hónapja. Ketten szénmonoxid mérgezésben, míg 8-an lakástüzekben vesztették életüket hazánkban decemberben. 3 esetben az épületben tartózkodókon már nem lehetett segíteni, életüket vesztették, további 4 lakót pedig sérülésekkel sikerült kimenteni. Nyílt égésterű tüzelő és fűtőberendezésekről általánosságban, hogy ezek a szoba levegőjében található oxigént használják az égéshez, hogyha ebből nincsen elégséges, mármint az oxigénből, akkor szénmonoxid fog keletkezni.
elkezdeni generálódni, ez pedig ugye ez a halálos láthatatlan gyilkos, ami a sajnos tragédiákhoz vezet a legtöbb esetben. Ezeknek a kiküszöbölése érdekében, tehát célszerű és ajánlott folyamatosan még a téli időszakban is napjában legalább kétszer szellőztetni. December 12-ig 103 lakást tűzhöz vonultak a lánglovagok Tolna megyében. 29 alkalommal a kéményben keletkezett a tűz, de gyakori volt, hogy a konyhában, a hálóban, a tárolóban vagy a nappaliban csaptak fel a lángok. Különböző füstérzékelő készülékekkel lehet ezeket a problémákat még idejében jelezni, de ami nagyon fontos, hogy meg kell említenünk, hogy a megelőzésen lenne itt is a legnagyobb hangsúly. Tehát itt például az égés termékelvezetők szabad útján a biztosítását, a kémények takarítását folyamatosan ellenőriztetnünk kell. Erre a kéményseprépari tevékenységet ellátó szolgált az abszolút így alkalmas. Téli időszakban is lehet őket hívni, sőt ajánlott is, ahol ezek így el lettek halasztva. Szilárd tüzelésű fűtőberendezések esetében évente célszerű őket hívni, valamint gázüműkészülék esetében pedig két évente. Hibás vagy szabálytalan kémény működtetése esetén kéménytűz és szénmonoxid mérgezés következhet be. Idén eddig 19 gyilkos gázzal kapcsolatos esethez riasztották a tűzoltókat, míg 2021-ben ez összesen 15 alkalom volt. Utóbbi elkerülése érdekében az egyik legfontosabb a lakás rendszeres szellőztetése, mondja a szakember. A NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai 2022. decemberében az adventi vásárokon, kitelepüléseken, piacokon, bevásárlóközpontokban és üzletekben ellenőrzik az ünnepekhez köthető szezonális terméket, árusítókat, vendéglátókat és a fenyőfárusokat. A revizorok vizsgálják a nyugta és számladást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. A következő napokban Bátaszéken, Pakson, Dombóváron és Szekszárdon is kell számítani a revizorokra. 102 éves Szekszárd legidősebb polgára. Jóna Irén néni Takadarka utcai idősek otthonának lakóját Gyurkovics János alpolgármester is felköszöntötte, aki egy csokor virággal lepte meg a szépkorú asszonyt. Ami mellett fiatalon elmentél rohanva, most ráírsz megnézni, botra támaszkodva. Neves, neves, a bajt soha ne keresd. Örülj a mának, holnap már rosszabb is lehet. Versen lepte meg egyik lakótársa, Jóna Irén nénit, aki hétfőn ünnepelte 102. születésnapját. Szekszárd legidősebb lakójának egy 60 szeletes tortával, virággal és borral kedveskedtek a Kadarka utcai idős otthonban. Én kis szülővárosom, nagyon szeretem. Úgyhogy ami olyan valami emléket tettek rá, azt mi bevittem már levéltárba. Édesapám még kiről van rendőrség is, és csoportkép azt is. Ha legyen a városi, legyen emlék. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm, és még nagyon-nagyon jó egészséget és nagyon hosszú életet kívánok. A megyei jogú város szociális központjának igazgatója és az otthon minden dolgozója, lakója mellett Gyurkovics János alpolgármester is felköszöntötte az idős asszonyt. Nagyon örülünk annak, hogy egy bensőséges ünnepség keretében köszönthettük, és aminek még nagyon örülünk, hogy a 102 éves korát meghazudtoló frissességgel, egészségi állapottal éli meg az ünnepnapját. Irénke néni ma a legidősebb szekszárdi, már lassan 20 éve az otthon lakója, ahova 2003-ban még húgával együtt költöztek be. Az idős hölgy egészségi állapotát az évtizedekkel fiatalabbak is megirigyelhetnék. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Igazgatási szünet a kormányablakban, csak sürgős esetben várják az ügyfeleket Baranyában is. Elismerések az önkénteseknek, a Baranya megyei Vöröskereszt díjazta a véradókat. Európa legnagyobb beltéri Betleheme, advent harmadik vasárnapján is rengetegen látogattak el a Somogy megyei Vörösre. Baranya megyében három kijelölt kormányablak a december 22 és január 6-a közötti igazgatási szünet ideje alatt is nyitva tart. Az igazgatási szünetben a legtöbb hivatali ügyfélszolgálat zárva lesz, ebben az időszakban csak a halaszthatatlan közfeladatokat és a hatósági teendőket látják el a kormányhivatalok. Ezért azt javasolják ügyfeleiknek, hogy előre tervezhető ügyeiket december 21-ig intézzék el, és ezt követő két hétben csak a legsürgősebb esetekben keressék fel a nyitvatartó kormányablakokat, illetve ügyfélszolgálatokat.
Igazgatási szünetet tartanak Baranya megyében a kormányablakokban, így december 22-e és január 8-a között ezek nagy részében nem lehet majd ügyeket intézni, tudtuk meg a kormányhivataltól. Három helyszín azonban nyitva lesz ebben az időszakban is. Baranya megyében három helyszínen kormányablakot fogunk működtetni, 22 és január 8 között, ez a pécsi Kossuth téri kormányablak, a legnagyobb kormányablakunk a megyében, a szigetvári és a mohácsi kormányablak is működni fog, tehát itt fogadjuk az ügyfeleket. Annyit szeretnénk itt elmondani, hogy a pénteki napokon azonban ezek a kormányablakok sem fognak működni és üzemelni. A kormányhivatalban azt kérik, hogy december 21-éig tervezzék a szükséges ügyintézést a polgárok. A nyitvatartó irodák a halaszthatatlan esetekben segítenek az ügyfeleknek, a megye bármely településéről érkezzenek is. Mindenkit arra szeretnénk biztatni, hogy ezen időszak alatt is nézze a kormányhivatalunk honlapját, vagy a Facebook oldalát, az aktuális híreinket, mely szolgáltatások elérhetők, hol tudnak bejelentést tenni, a legfrissebb információk ott lesznek. Az áldozatsegítés, a családvédelmi feladatok, valamint a népegészségügyi feladatok és a laboratóriumi feladatok ellátása az igazgatási szünet alatt is folyamatos lesz. A földhivatalban nem 9-én, hanem január 10-én kezdődik a munka. Az igazgatási szünet alatt semmilyen hatósági ügy nem fog elindulni, és nem is fog lezáródni, tájékoztatott a főispán. Díjakat, elismeréseket adtak át a Magyar Vöröskereszt Baranya megyei szervezetének megyei ünnepségén, melyet az önkéntesség jegyében tartottak meg. A szervezet minden évben megemlékezik az önzetlen önkéntes munkát végzőkről és a véradókról. Ezt a napot mindig az év vége felé rendezik meg, idén a Baranya megyei Palkonyán tartották. 100 véradáson van túl Arndt Henrik hosszúhetényi lakos, akinek felesége is 50-szer adott már vért. Családi összefogás és szokás ez már náluk. Látok egy balesetet, vagy látok egy valakit, akinek szüksége van erre. Kórházak legtöbbször mindig ők hívják, és már is jelentkezek. És ha kell, rendkívüli, soron kívüli, egyébként 3 havonta rendszeresen. Szeretek másokon segíteni, egyik az, a másik az, hogy nekem is jó, ha egy kicsit kevesebb, vagy leveszik a vért, az akkor olyan jobb a közérzetem, meg ilyen. Meg hát rábeszéltem a gyerekeket, a lányomat, a vőmet, azok mind jönnek utánunk sorba-sorba, majd remélem az unokám is. Selmeci Gabriella 40 évig dolgozott a vérellátásban. Az utóbbi 10 évet az Országos Vérellátó Szolgálat pécsi regionális központjában véradás szervezéssel töltötte. Véradás szervezéssel kellett foglalkoznom, ami azt jelentette, hogy munkahelyeket kellett felkeresni, tehát olyan helyeket, lehetőséget kellett keresni, ahol a véradókkal tudunk találkozni, meg kellett őket szólítani, azt kellett elérni, hogy a véradók vagy egy bizonyos munkahelyen, egy adott munkahelyen minél többen jelentkezzenek véradásra, és akkor mi ott le tudtuk bonyolítani a véradást, tehát ennek van egy ilyen előzetes szervezői része, aztán utána következik magának a véradásnak a lebonyolítása. Ünnepies keretek között a Magyar Vöröskereszt Baranya megyei szervezetének megyei ünnepségén az önkéntesek munkáját értékelték. Az idei év különösen nehéz volt a világban zajló események miatt is. Segítségre, önkéntes munkára és vérre fokozottan szükség volt. Évelején még oltópontokon dolgoztak az önkéntesek, majd február végétől a háború kitörésétől kezdve újabb feladat várt a vöröskeresztes önkénteseire. Az a 20 önkéntes, az javarészt innen ezeknek a feladatoknak a segítését, támogatását segítette a Vöröskeresztnek elvégezni. Igen, megnövekedett, és szerintem a vér készítményeknek az értéke is megnövekedett, mivel ugye a szomszédba háborúdul. Igaz, hogy a magyar emberek vérét nem visszük külföldre, de mégis gyógyszerkészítménynek az alapanyaga, onnan ugye vérből készülő gyógyszereket állítanak elő belőle, ami pedig már lehet, hogy támogatásként megjelenik Ukrajnába. Oklevelet és egyéb ajándékot adtak át az önkéntes véradóknak és kiemelkedő munkát végző munkatársaknak a Baranya megyei Vöröskereszt ünnepségén, melyet Palkonyán tartottak. Advent harmadik vasárnapján is rengetegen látogattak el a Somogy megyei Vörsre. Európa legnagyobb beltéri Betlehemét minden évben több ezeren csodálják meg. A településen szentmisével, betlehemi pásztorjátékkal és adventi vásárral is várták az érdeklődőket. Egy kis fáradtságunkért,
szíves utazásunkért. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Betlehemi pásztorjátékkal is készültek a helyiek advent harmadik vasárnapján Vörsön. Most ugyanúgy egy csodálatosan szép szentmisénk lesz, utána pedig a báb táncutató csoport fog fellépni, és természetesen el lehet menni egy nagyon szép kiállítás, ami az önkormányzat épületében, az is az adventtal kapcsolatos, de hát amint látják, rengetegen vannak már most a mise előtt, tehát ez a Betlehem egy csodálatos dolog, hiszen a sok ember, aki ezt építette, erre büszke a legjobban. Mi már nyáron erre készülünk, és utána meg folyamatosan beszélünk róla, hiszen több mint tíz nap alatt tudtuk felépíteni. Körülbelül számoltam, hogy ilyen 3000, 4000, 5000 kis köteget kötöttünk össze csak tujából, amit fel kellett rakni a háttérbe, és a többi anyag is mind természetes. Minden évben több ezer hazai és külföldi látogató csodálja meg Európa legnagyobb templomi Betlehemét, s vannak olyanok, akik ilyenkor térnek vissza szülőfalujukba. Én itt születtem, tehát az édesapám 1971-ben meghalt, és azóta én minden egyes alkalommal karácsonyi szentmiséken is, az adventi miséken is, az éjféli miséken is, minden egyes alkalommal itt vagyok. Tradíció és közösségépítés. Sokak szerint ez a vörsi Betlehem igazi üzenete. Tulajdonképpen ezt az őseink megálmodták, végre is hajtották. Az én édesapám is többek között ebbe a betlehemes csapatba volt benne azokban a 60-as, 70-es években egészen a haláláig. És hát családokra ez száll, és mindig tovább viszik, mindig kitalálnak valami újat. A harmadik gyertyáról, az örömnek a gyertyájáról. Örömvasárnap Kis Iván marcali prépost celebrálta az ünnepi szentmisét. Jövő héten, advent negyedik vasárnapján pedig Varga László megyés püspök gondolatait hallhatják a hívek Vörsön, a Szent Márton templomban. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Tolna is átadja a vízi közmű vagyont, az állam működteti tovább a szolgáltatást. Időközi önkormányzati választás, Ozorán új településvezetést választottak. Lucanap, számos népszokás kapcsolódik a jeles naphoz. 103 lakástűzhöz vonultak a lánglovagok, ellenőrizzük a fűtőberendezést és szellőztessünk rendszeresen. Szerdán erősen felhős, illetve borongos időre készülhetünk, helyenként átmeneti napos időszakokkal. Általában nem hullik csapadék, de elvétve jelentéktelen mennyiségben előfordulhat hószálinkózás, havas eső. Gyenge marad a légmozgás, éjjel borongos időre van kilátás. Friss híreinkkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!